Amikor Marie Antoinette azt mondta, hadd nassoljanak, valószínűleg nem ezekre az apró süteményekre gondolt. Ma az édes szájúság fénykorát éljük, és az apró sütik világában valóságos forradalom dúl. Méretük épp megfelelő. Külsejük csábító, és hosszú ideig frissen tarthatók. A tapasztalt nassolók számára bizonyára ismerős ez a piskóta tekercs, ami nem más, mint egy szivacsos tészta alap, feltekerve és megtöltve krémmel és lekvárral. A gyárban először a tésztát sütik ki, ami végtelen szalagként kinyúzik elő a kemencéből, majd gépek segítségével kerül bele a töltelék. Egyetlen gép végzi az összes fázist. Előbb megkeni krémmel a piskótát, majd lekvárt is tesz bele. Ezután egy fém terelőlap segítségével elkezdik felszeletelni a végtelen csíkokat. A levágott darabok ezután egy tekercselőgépbe kerülnek, ahol feltekerik őket. Egy kés szépen egységnyi darabokra vágja a késsütiket, és elválasztja a tekercseket. Gondolom mostanra már mindenki sejti, milyen finomság készül. A sütik ezután egy futószalagra kerülnek, ami egymás mellé rendezi őket, és előkészülnek a következő fázisra. Egy epres cukorszirupból álló mini vízesés alatt haladnak el, ami egyfajta ragasztóként is funkcionál, mivel megragad benne a sütikre szórt kókuszreszelék. A sütikről a futószalag rázza le a felesleget, ami azon nyomban ismét visszakerül a gépbe. Ha ettől nem futott volna össze a nyál a szájukban, hát akkor következzék még egy sütik. A csokis krémes desszert csoki mázzal burkolva. A gyártás a keverődobban kezdődik, ahol tojást, olajat, lisztet, cukrot, vizet, glukózt és kakaóport kevernek össze. A keverődob egy percen keresztül nagy sebességgel keveri az alkotó elemeket, majd egy olyan berendezésbe tölti a masszát, ami süteményformákba fecskendezi azt. A tepsiket egy futószalag viszi a kemencéhez, ahol 7 percig sütik őket. Ez a 7 perc roppant fontos a süti állagának kialakításához. A sütés befejeztével egy robot fejtetőre állítja a süteményeket. Az üres tepsik egy másik szalagon kerülnek vissza a sütőbe. A sütik tovább utaznak a szalagon, miközben ventilátorokkal hűtik őket. Ekkor egy speciális gép sorba rendezi őket a következő művelethez. A sütiket előbb elfelezik, majd eltávolítják és melléjük helyezik a fedelüket. Egy gép minden egyes pogácsa aljára egy-egy csepp tölteléket cseppen. A krém leginkább a margarinhoz hasonlít. Ahogy a töltőgép végighalad az összes pogácsa felett, egy kés 6 mm-es darabokat vág le belőlük. A sütik ezután visszakapják a fedelüket. Forró csokoládé öntetből álló fürdő következik, ami összeragasztja a felső és az oldalsó részeket. A csoki öntetbe a sütik alját is beáztatják, hogy az alsó felük se essen le. A fölösleget levegő befúvással tüntetik el. A sütemények ezután egy szellőztető alagúton haladnak át, ahol megszilárdul rajtuk a csoki máz. Végül nem marad más hátra, mint a csomagolás, ahol a gépek egy filmréteget húznak a sütik köré, amit szépen minden darab előtt és után lehegesztenek, így őrizze meg a sütik frissességét.